Isten ereje a betegségek felett. Megvallás. Drága mennyi édesapám, megvallom, hogy Jézus Úr az én életem felett. A betegségeknek nincs hatalma felettem. Mennyi apjám új életet adott nekem Krisztusban. Eltörölte a bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek, és az igazságnak élek. Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a meg nem bocsájtás légkörétől. Megbocsájtok másoknak és magamnak úgy, ahogy a mennyei édesapám a Krisztusban megbocsájtott nekem, mert Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. Jézus az én bűneimet az ő testében felvitte a fára. Ezért én meghaltam a bűnnek, és élek Istennek. Jézus sebeiben meggyógyultam, és teljessé lettem ő benne. Jézus elvitte a betegségeimet, és a fájdalmaimat ő már elhordozta. Ezért nem adok helyet a testemben, sem a betegségnek, sem a fájdalomnak. A názareti Jézus Krisztus hatalmas nevében távozzatok tőlem, mert Isten elküldte az ő szavát, és meggyógyított engem. Mennyi édesapám, én a te igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett, és a sátán felett, a bárány vére által, és a bizonságtételem szavai által. Mennyei atyám, te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba. Elfogadom ezt az életet a te igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a te életedet minden szervemhez. Az egész testemet a te igéd járja át az éltető erejével, mely gyógyulást és egészséget hozott az én egész testem, lelkem számára. Mennyei atyám, én figyelek a te szavaidra, a te beszédeidre, hajtom az én füleimet. Nem hagyom azt, hogy a te beszéded eltávozzon szemeimtől, füleimtől. Szívem legmélyen tartom, és megőrzöm a te igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. Nem távozik el az ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor vagyok áldott az én utaimon, és én boldogulok. Te azt mondod nekem, bátor és erős legyek, ne féljek, ne rettegjek, mert velem vagy, és te vagy a gyógyítóm. Ezért nem illet engem a veszedelem, sem csapás nem közelít az én lakhelyemhez. Mert te angyalaidnak már parancsoltál felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Az én utam a gyógyulás és az egészség. Jézus már elvette az erőtlenségemet. Ő elviselte betegségeimet és fájdalmaimat elhordozta. Ezért megtagadom és megtiltom, hogy betegség uralja a testemet, hiszen Isten élete folyik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének. Én már megváltást kaptam a törvény átka alól.
A Galata levél 3:13 igevers áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és egészségemet. Az 1 Péter 2:24 igében lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Isten temploma. Isten lakozik bennem, és az ő élete átjárja szellememet, lelkemet és testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. Annak a szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az ő bennem lakozó szellem által. A testem a Szent Szellemnek a temploma. A testem kémiai és vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. Mennyi Atyám, hálás vagyok, hogy Te a beszéded, igéd által életet adtál nékem. Ez az élet visszaállítja testem teljes egészségét minden egyes lélegzetemmel és minden egyes szavammal. És a Jézus Krisztus hatalmas nevében mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, hanem ellenség, az nem lesz sikeres, hanem már gyökerestül kitépetett és kiirtatott a testemből Jézus nevében. Az 1 Péter 2:24 ige vers beoltatott a testem minden sejtjébe, és hálát adok, hogy Isten élete van bennem. Hiszen Isten beszéde, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az ő erejével. Hiszen az ő igéje élő és ható, minden erővel teljes, megerősít engem, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyított. Ahogy kimondtam Isten igéjét, amely élesebb minden kétélű fegyvernél, már behatolt a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az ízületeimbe. A mindenható Isten csodálatos igéje gyógyulást hozott az egész testemnek. Ővé a dicsőség most és mindörökké. Amen.